Egy különleges hajó áll a magyarországi németek általános művelődési központja udvarán, kivetve a partra. Ez az Ulmerschachtel a betelepítés szimbóluma. Ezek az ulmi deregék abban az időben mindössze egyetlen utat tettek meg a Duna áramlásával megegyező irányban, hiszen nem volt sem evezőjük, sem vitorlájuk, sem pedig motorjuk. Az ezekkel érkező németek magukkal hozták ének, zene és tánc kultúrájukat. Az iskola énekkara és tánccsoportja ebből a hagyományból táplálkozik. Ez az intézmény, az MNAMK, a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja, itt Dél-Magyarországon a németség egyik zászlós hajója. Ilyen formán fontos feladatunknak érezzük, hogy a kultúrát, a németség kultúráját is átadjuk, tovább adjuk a gyerekeknek, és már óvodás korban is van egy kis tánccsoport, ott kezdődik a dolog, és van néptánc órájuk is a gyerekeknek testnevelés óra keretén belül, ami végig kíséri őket egészen gimnázium 9. osztályig. Tehát a gyerekeket fontos belenevelni ebbe az egész világba, hiszen ma már a táncolás, mint szórakozás már egész más szerepet tölt be az életünkben, mint régebben. Az én generációm annak idején még természetes volt, hogy megtanultunk táncolni, természetes volt, hogy bálokban, lakodalmakban mindenki táncol. Na most ma már, mintha nem így lenne ez, így van ez az énekléssel is, amíg nem volt ennyire digitális világ, mint ma, addig valahol az éneklés is egy fontos, mindennaposnak mondható szórakozási formának tűnt. Ma már az éneklésre nehéz rábeszélni a gyerekeket. Örülünk, hogy egy ekkora intézményből van annyi énekelni vágyó diák, hogy az énekkarunk ki tud állni, és van egy komoly énekkarunk. Ugyanez a helyzet a tánccal is. Hiába van általános iskolában is végig néptánc órájuk a gyerekeknek, nem annyira természetes dolog, hogy táncolunk, hanem már motiválni kell őket, és ez nem olyan könnyű feladat. Az óvodások sváb gyermekjátékokat tanulnak, az iskolai néptánc órák keretében pedig keringő és polka lépésekkel ismerkednek a tanulók, akik a legkisebbekkel és az egykori diákokkal a tanév során elsajátított tánctudásukat évről évre az intézmény hagyományos sváb pályán mutathatják be. Ahhoz, hogy egy táncot színpadra állítsunk, ahhoz nagyon sok minden szükséges. Kell először is táncolni tudni a diákoknak, kell hozzá zene, de kell hozzá énekelni is, hiszen ezekhez a táncokhoz valami ének is tartozik, de kell hozzá valami német népviselet is. Tehát egy elég komplex dolog, mire egy tánckoreográfia a színpadon megnézhető és megtapsolható, addig nagyon sok munka tartozik ehhez. A második világháború után még élt az a generáció, aki az utcán is népviseletben járt, és a színpadon természetesen nem a hétköznapokban, hanem az ünnepi viseletet láthatjuk mindig, és természetesen addig ment ez könnyen, amíg éltek a szülők, nagyszülők, akik gondozták ezeket a népviseleteket. Gondolok itt arra, hogy szoknyákat keményíteni, hogyan kell egy népviseleti ruhadarabot tárolni, tisztán tartani, rendben tartani. Ez már a fiataloknak nem olyan egyszerű, így elég nehéz a népviseleteket úgy karban tartani. Szoktunk is ilyeneket rendezni, hogy na, összehívjuk a táncos lányokat, és akkor tanuljunk meg szoknyát keményíteni. De nyilvánvaló, hogy az utcáról ugye eltűntek a népviseletek, tehát ez így az idők szava. Lényegében az utolsó néhány olyan asszony él falvakban, aki még minden nap népviseletben jár, tehát ez rövid időn belül eltűnik, és már csak a színpadon láthatunk ilyen viseleteket. Emmert József vezeti és harmonikán kíséri az iskola tánc csoportját és kórusát, valamint a bajai Rosenkrantz kórust. A zene és a tánc szeretete nála családi örökség. Édesapám is zenész volt, és édesanyám is nagyon szeretett énekelni, és szeret a mai napig is énekelni.
De a falutól is nagyon sok minden függ, hiszen én Véménről származom, ott 1973-ban, amikor én mondjuk 10 éves voltam, akkor indult egy táncsoport, és hát amelyik szülőnek fontos volt, az oda elküldte a gyerekét, és rajta volt, hogy minden héten menjen próbára, és aki a táncsoporthoz tartozott, az természetesen akkor fellépéséken is részt vett, és belenevelődött ebbe a kultúrába, ott énekelni is kellett, táncolni kellett, de megismertük azt a zenét, és hát sok élményben volt részünk, hiszen nagyon sok felé jártunk fellépésekre, és valahol ott megszereti ezt az ember, és valahol ez lenne itt a legfontosabb célunk is ezzel, hogy a néptáncórákon, illetve az egyéb lehetőségekkel, ahol ma táncolni lehet, ott megszerettessük, megismertessük, megszerettessük a gyerekekkel ezt a kultúrát, hiszen én mindig mondom nekik, hogy később egész életedben ez egy hasznos tudomány. Thank you.